5000 mutatványt és kombinációt ismert, és még túl a 70. születésnapján is napi 4 órát gyakorolt egy 2 méteres tükörben ellenőrizve mozdulatait. Éppen 111 éve, 1911. májusában látta meg a napvilágot egy budapesti betűszedő fiaként, Rodolfo, a világhírű bűvész, érdemes és kiváló művész. Rodolfóról azt kell tudni, hogy egy nagyon nagy hatású bűvész volt, magyar bűvész, a maga idejében, és szerintem még most is nagyon korszerű, amit csinált, és nagyon népszerű szerintem még most is. Ezeket kézzel készítette, azok a bűvész dobozokból valók, ahol az arca van a hátoldalán a kártyáknak. Ez egy 25 kártyatrükköt tartalmazó. Ez volt az első magyar nyelvű bűvészdoboza. Angliában jelent meg különben először bűvészdoboza. És akkor utána megjelent itt Magyarországon is több, amik nagyon népszerűek voltak. De abban az időben szerintem szinte minden gyereknek volt Rodolfo bűvészdoboza. Ezúttal a Vosinszky-Mór megyei múzeumban nyílt kiállítás a bűvész életéről, munkásságáról és az ahhoz szükséges tárgyakról. 1987-ig élt, egy zsidó családban született, egy nagyon szegény zsidó családban a Józsefvárosban, és akkor úgy találkozott a bűvészettel, vagy úgy kezdte el érdekelni a bűvészet, hogy a testvéreivel a Lágymányosi Dunára mentek úszni, ott valaki fuldoklott a vízben, és ő mentette ki. 14 éves volt ekkor, és ez egy kínai gyöngyárus volt, akit kimentett, és hálából mutatott 2 trükköt a gyerekeknek, és ő neki eszébe jutott, hogy tanítsa is meg rá. És akkor megtanulta, másnap pedig a Mátyás téren bemutatta a barátainak ezt a 2 trükköt, és arra sétált Audrey Zuard, Audrey Árpádnak a híres színésznek a bátyja, és megkérdezte, hogy ezt hol tanultad ezt a trükköt, fiam. És mondta, hogy tegnap tanulta, és mondta, hogy ne hazudjál, mert ez túl jól megy ahhoz, hogy ezt tegnap tanultad. Akkor a bátyja, Rodolfónak a bátyja mondta, hogy de tényleg ezt tegnap tanulta a Rudi, és akkor mondta Audrey Zuart, hogy gyere föl hozzám, és ha ügyes vagy, akkor én ingyen foglak tanítani. És akkor így kezdte el az alapokat tanulni, és akkor utána így folytatódott egyre, és akkor profi bűvész lett belőle. Rodolfo jelentkezett a Magyar Amatőr Mágusok Egyesületébe is. Ahol olyan tekintetes urak, nagyságos urak voltak a tagok, és akkor őt nem vették ide föl, pont azért, mert ő viszont nem tartozott közéjük, ő akkor a Gál úri divat üzletben volt egy segéd. Mondta az elnöke az egyesületnek, hogy ő nem fogja fölvenni. Nagyon jó volt a műsor, amit mutatott, a bemutatkozó műsora, viszont nem fogja fölvenni, mert hogy képzelik azt, hogy egy tekintetes úr egy klubba jár egy segéddel, egy boltos segéddel. És akkor elkeseredett, viszont a bátyja mondta, hogy jó, hogyha nem lehetsz amatőr mágus, akkor legyél profi. És akkor így ő letette a profi vizsgát. Ebben volt az utolsó föllépése, ebben az akkóban lépett fel utoljára 86-ban, és akkor utána még az elkövetkező időkben már sajnos nem tudott, rosszul lett a színpadon, és akkor az orvosa először biztatta, hogy majd jó kevesebbet fogsz föllépni, akkor hetente egyszer, azt mondta, hogy havonta egyszer fölléphetsz még, és akkor végén már meg kellett neki ugye mondani, hogy most egy ideig nem léphet sajnos föl, és akkor 87-ben ő megtudta januárban, hogy a felesége gyógyíthatatlan beteg, akkor felesége kórházba került, és akkor meg is halt. Föllépett a kártyagyárnak is többször. Föllépett, és ő cserébe nem kért pénzt, hanem azt kérte, hogy nagyon nehéz ezeket a preparált kártyákat beszerezni, pláne magyar kártyában, és akkor ő azt kérte, hogy gyártsanak neki ilyen preparált kártyákat.
Ezeket úgy láttam, mert ez kezemben is volt, innen a vitrínből már nem látszik, hogy ezeket viszont ő maga csinálta, kézzel ragasztotta őket. Határon túl is, igen. Ő ott is járt sokat. Hát az első időkben, amikor a Rodolfo revű megalakult, akkor Bulgáriában, Egyiptomban, Törökországban, Görögországban, és akkor utána eljutott 56 után Szovjetunióba, Angliában, BBC-ben, többször föllépett a Franciaországban, úgyhogy nagyon népszerű volt a maga korában, külföldön is. A múzeum pedagógus elmondta, hogy a tárgyak úgy lettek kiállítva, hogy egyetlen trükk se legyen leleplezve. A tárlatot december 11-ig tekinthetik meg az érdeklődők, iskolás csoportokat és természetesen felnőtteket is várnak, hiszen a bűvészet nem csak a gyerekeknek szóló műfaj.